Felolvasom a kérdést. Élvezted-e a szakállas, loboncos, hipster megjelenést hónapokon át, amit a szerep miatt tartanod kellett? Szamosi Zsófi. Kedves Zsófi, továbbra is élvezem ezt a fajta hipster, szakállas, loboncos fikcsit, amit hordozok. Ezóta igazából nem változtattam a külsőmön. Mindenképp egy példakép számomra. Olyan életenergiával és erővel rendelkező lény volt, amilyen én szerintem ma már nagyon kevés van. Ő pontosan tudta, hogy kicsoda és hogy mi a rendeltetése, mi a küldetése. Egy olyan ember volt. Őt az érzelmek játszóterén azért meghordozza, szóval nem tud kibújni ebből a fajta kísértésből, amit mind férfi kell megtapasztaljon. Nyilván a bizalom, a hűség, az egymás iránti empátia, megértés, odaadás, ezek rendkívül fontos dolgok, és hogyha ezekből valami meginog, akkor azt már nem valószínű, hogy megbírja a házasság, de ez nagyon egyedi és nagyon specifikus, mert ahány pár, annyi szokás és annyi fajta értékrend és annyi fajta berendezkeződés, tehát hogy ezt pontosan nem tudom definiálni és nem tudok egy olyan receptet adni, hogy lehet, hogy számomra valami elbírható és mások számára már nem. Igazából a Marsai Mónak az volt a feladata, hogy tegyen tönkre egy képet, a Báthori Gábor festményt. Ugye indulatból földhöz kellett csapnia, de hát ez a festmény az olyan kemény szövetből volt, hogy semmiképp nem akart szétszakadni. És hát akkor jött az ötlet, ha már ott étkezünk, és ott a kétágú villa ráadásul, akkor még ilyen nagyon komoly étkezőkészlet volt, hogy akkor azzal talán ki lehetne szúrni a szemét is. És ezt erre Móni ez bevő volt, úgyhogy megtörtént. Számomra a forgatásban nem válik el a sorozat és a mozifilm, tehát ugyanazzal a odaadással, vagy technikai és egyéb szakmai tudással készül. Hát most ez egy jó kérdés, most képzeld el, a 80-as évek Romániában a televíziózás az egy eléggé korlátozott dolog volt. Este 8 órától volt műsor, film, és akkor leült egy család és várta, hogy elkezdődjön a várva várt esemény. A figyelem kollektíven ráirányult arra a tárgyra, és egészen másfajta kollektív élményeket lehetett szerezni. Most én is így képzelem el, hogy távirányítóval a kézben a teljes család leül, és várjuk, hogy kezdődjön a tündérkert. Nem valami fajta múltba révedezés miatt kell ezt megnézzük, hanem hogy egyáltalán mi a tündérkert gyermekei vagyunk. És valahol ez a sorozat erre azért ráérez, erre rátapint, hogy volt itt egy tündérkert, ez egy valóság. És azért ezt nekünk tudni kell.